Bakondi György miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója. Nekem jó estét kívánok. Jó estét. Ez mekkora elismerés? Hát sok rossz megítélés után ez egy pozitív. Most a sok rossz alatt 2015-től említeném, hogy mindennek lehordták ezt a kerítést a nyugat-európai térfélen, de különösen aztán a brüsszeli bürokrácia az minden létező módon tiltakozott ez ellen, és hát természetesen továbbra is nem hajlandó ennek a finanszírozásába közreműködni, de azok az eredmények... Finanszírozása gond van Amerikában. Hát igen. Azok az eredmények, amelyek a kerítés révén világosan láthatóak, a határőrizet biztonsága, és ezen belül a magyar belbiztonsági helyzet pozitív megítélése, ezek között nyilván szoros összefüggés van, és hát azóta követték a példánkat sok helyen, Ausztriába, Szlovéniába, Bulgáriába, a brit-angol alagút bejáratnál, aztán persze van ilyen spanyol kerítés is, tehát mindig is voltak ilyen kerítések. Az a biztos, hogy ahonnan nagy nyomás, migrációs nyomás van, vagy várható, ott a műszaki akadályrendszer az egyik fontos kelléke annak, hogy ez a mozgás feltartóztatható legyen. Minden más esetben élőerővel, pusztán élőerővel nem lehetett kellő eredményességgel védeni. 99,7%-kal csökkent az illegális határátlépések száma a kerítés miatt. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Bukarestben azt mondta a napokban egy tanácskozáson, hogy a migráció veszélyezteti leginkább az európai emberek biztonságát, és most már itt a régi módszerek helyett újjal, tehát nem lehet rutinszerűen reagálni, segítene. Kicsit bővebben kifejteni, hogy mire gondolhatok? A helyzet úgy áll, hogy maga az illegális migráció önmagában, mint jelenség is egy negatív dolog, hiszen önmagában ez a jogszabályok semmibe vételét jelenti. Tehát hiába van nemzeti jogszabály, hiába van schengeni megállapodás, egyes emberek úgy gondolják, hogy ezek a szabályok rájuk nem vonatkoznak, oda mennek, ahol akarnak, és ha pedig feltartóztatják őket, akkor dobálnak meg, terrorcselekményt követnek. Ahmed H. Ezért azt hiszem, hogy ez önmagában egy biztonsági kérdés, de természetesen nagyon sok más tényező is kapcsolódik a migrációhoz, részben a terrorcselekmények Európa szerte, több mint 300 ember halt, meg 1500 sebesült, meg 2015 óta zömében muszlim hátterű súlyos terrorcselekményekbe, és kevésbé súlyos, de a köznyugalmat megzavaró, a rendőri erőt elbizonytalanító terrorcselekményekbe, és aztán hát vannak szociális, társadalmi, közegészségügyi, és természetesen pénzügypolitikai, gondolok a névtelen kártyákra, stb., amelyek bizony hosszú távon esetleg a szuverenitással összefüggő kérdéseket, illetőleg az európai kultúra, az európai kulturális háttér megborulását is eredményezheti. Tehát összességében sok tényezőből áll az a fenyegetés, az a veszély, amelyről a miniszter úr is beszélt, és nyilvánvalóan, hogy ezeken a veszélyeknek a veszélyek elleni védekezés az eddigiektől eltérő módszereket igényel a határozatban, a belső rendfenntartásban és egyéb kérdésekben. Most februárt írunk már, nagyjából másfél hónap múlva megint kezdődik az illegális migrációnak a fő szezonja, amikor át lehet a folyókon kelni. Csak a magyar határt adatait, ha nézzük, akkor januárban több mint 700-an kísérleteztek. Ez azért elég nagy szám, közel egy hónap alatt, és ha ugye az előttünk levő országokba tapasztalható mozgásokat nézzük, Törökországtól egészen a magyar határig, vagy esetleg még tovább Horvátország, Szlovénia, Olaszország felé, vagy Ausztria felé, azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy téli időszak van, annak ellenére, hogy a tengereken nehezen lehet közlekedni, azért akár a spanyol út irányba, sőt időszakonként az olasz út irányba is, és a balkáni útvonalon is. Tulajdonképpen a téli időszakban is folyamatos a mozgás, esetleg a magas hegységi helyzeteket elkerülik, illetve vannak, akik várnak az egyes államokban levő elhelyezési körleteikbe, vagy vonatokon, járműveken elrejtőzve tesznek kísérletet az Európába történő bejutásra. Mire számítanak, hogyan kalkulál a magyar kormány, melyik útvonal, a balkáni útvonal élénkülhet fel tavasztól, vagy Spanyolország, Olaszország? A spanyol útirány az jelenleg 17-hez viszonyítva 18-ban 120%-os növekedés volt, az olasz útirányban jelentős csökkenés volt a bevezetett kormányintézkedések meghatására.
És hát most azért az elmúlt napon jelent meg az a hír, hogy közel 50 civil szervezet fordult az Európai Unió államaihoz és az európai bürokrácia vezetőihez, hogy hát ez aztán most már hallatlan, hogy nem akarjuk beengedni a szegény érkező menekülteket. Ezek a felvetések és ezek a fellépések, ezek nagyon érdekes egybeesés mutatnak mondjuk egy Soros és Timmermans közötti találkozóval. Davoszi találkozóval. És hát természetesen szorosan összefüggnek a európai parlamenti választások már folyamatban levő kampányával. A migrációs kérdésnél elképzelhető, hogy bármi fontosabb kérdés felmerülhet még májusig? Nézze, nem tudjuk. Ezt azért mondjuk, tegyük hozzá, hogy nem tudjuk, mert azért képes a világpolitika produkciókat csinálni. Ezzel együtt, ha szűken az Európai Uniót, de hát kénytelenek vagyunk Afrikára is és Ázsiára is kitekinteni, meg az Egyesült Államok mexikói határára is, azt lehet látni, hogy ez egy egész évben kitartó komoly kihívást jelent, és kétségtelenül az európai parlamenti választások elsőrangú kérdésévé nőtt, mégpedig a bevándorláspárti és a bevándorlást ellenző erők közötti küzdelem terepévé, amelyik el fogja dönteni a következő időszakra fölálló új európai parlament összetételét, később a bizottság összetételét is, és determinálni fogja az Európa elkövetkező évek sikerét vagy kudarcát. Érdekes volt, hogy említette, szóba hozta ezeket a zömmel Soros Györgyhöz köthető civil szervezeteket, akik ezt a bizonyos levelet írták. Azzal vádolják gyakorlatilag a politikusokat, hogy ők okozták 5000 ember halálát, mert hogy nem engedték be őket elég könnyen, és ezért fulladt bele 5000 ember a földközi tengerbe. Hát egészen biztosan nem ezért fulladt bele. Megfordított igen, logika. De az biztos, hogy ezen kívül azt a gyakorlatot is élesen bírálták, hogy hát akiket készednek a csónakokból, azokat gyakran visszaküldik Líbiába, és hát ez szörnyű, hogy ottan amúgy is van 700 000 migráns, és ahelyett, hogy behoznánk őket kellő ütemességgel, akadályozzuk ezt a csodálatos beáramlást, nem tudunk azonosulni ezekkel a felvetésekkel, és a magyar kormány álláspontja 2015 óta nem igen változott ebben a kérdésben. Bakondi György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.